2016-ban negyedévről negyedévre újabb rekordszintekre ért a hazai használt autópiac, egyre több gépjármű cserélt gazdát, ezt mutatja ez az összegzés is. A használt autódarab számok a válság után nem akkora visszaesést szenvedtek el, mint az új autópiac. Ez azt jelenti, hogy 500 ezer alá esett be a legrosszabb 2009-es évben a használt autódarab szám, és ez fokozatosan növekedett minden évben. Tehát 2015-ben 550 ezer volt, és 2016-ban 612 ezer a pontos adat. Ebben minden egyes darab eladott autó benne van. Tehát ez egy majdnem 10-15 százalékos növekedés volt. A statisztikák szerint a kínálati árak és az eladott autók átlag életkora is emelkedett 2016-ban. Tavalyi évben már 13,85 év volt a hazai autópark átlagos életkora. Ez nem túl szerencsés, ugye látjuk azt, hogy nem adnak el ahhoz megfelelő új autót, ahhoz megfelelő mennyiségű új autót, hogy csökkenhessen, vagy legalábbis megállhasson az autók átlag életkora. És sajnos azt látjuk a használt autó importból is, hogy azok is sok esetben idős autók. A behozott autóknak a fele 10 évnél idősebb, és ötöde 15 évnél idősebb. Tehát látható az, hogy már sok használt autó érkezik az országba, ezek sem minden esetben javítják a hazai átlag életkort. A használt autó piacon a közelmúltban megjelentek az elektromos autók is, egyre nagyobb a kínálat az interneten és a kereskedésekben is. Idén januárban az egy évvel korábbihoz viszonyítva nőtt a forgalomba állított új személygépkocsik száma is az európai és hazai autópiacon. A szalonokban egyre többen érdeklődnek új járművek iránt, azonban a 0 kilométeresek piacát befolyásolhatják a használt, főleg a külföldről behozott autók. Ami minket befolyásol életkorban, ezek a 3 és 5 éves relatív keveset futott autók, ezek befolyásolják az új autóadásokat, viszont ugye nagyon sokan azért veszik ezeket az autókat, mert nyilván jó áron vannak. A negatív oldala vagy a hátránya ezeknek az, hogy nem tudjuk, hogy mennyi kilométer van az autóban, nem ismert az előélete az autónak, nem tudják, hogy milyen körülmények között volt szervizelve, és igazából emiatt lutri az embereknek ezeket az autókat megvenni. Sokkal jobban járhatnak egy új autóval, vagy egy bemutató autóval, ami ugye 2 év garanciával, 2-3-4-5-6 év garanciával van, és ugye egy teljesen 0 kilométerrel, tehát egy vadonatúj autóról beszélünk. Egyes statisztikák szerint Magyarországon több mint 6400 új autót regisztráltak januárban, 15%-kal többet, mint egy évvel korábban. Tavaly 2015-höz képest pedig bő 25%-kal nőtt az új autók eladása, közel 100 000 új autót értékesítettek Magyarországon.